fontos azokról a társadalmi következményekről is beszélni, amelyeket a járványkezelés magával hozott. Ebben a járványban Magyarországon életét vesztette a Covid-dal összefüggésben a lakosságnak a 3 ezreléke, a világ lakosságának az 1 ezreléke. Eközben a gyermekszegénység a világban 20%-kal növekedett. Az öngyilkosságok száma Magyarországon soha nem volt ilyen magas. Ez egyértelmű következménye a lezárásoknak, ezt még Gulyás Gergely sem tagadta, egy kormányinfón elismerte, hogy egyértelműen a lezárások miatt emelkedett ilyen szintre. A magyar lakosság a lezárások időszaka alatt különböző becslések vannak arra vonatkozóan, hogy mennyi kilogrammal hízott el, de van olyan becslés, amely szerint 50 millió kilogrammal hízott el a magyar lakosság, amelynek szintén ember életekben, életévekben mérhető következményei lesznek, ahogyan a sportolási lehetőségek korlátozásának is. Szintén életévekbe, sőt ember életekbe kerülnek a szűrővizsgálatok elmaradása. Tudok olyan konkrét esetekről, 40-es éveiben járó honfitársunkról, akinél azért nem diagnosztizálták időben a daganatos betegséget, mert a szűrővizsgálatot nem végezték el az orvosok. Ők is emberek, ők is áldozatok. És a fiatalok körében soha nem tapasztalható magasságokba emelkedett a különböző mentális betegségeknek az előfordulása. Ez mind-mind ott van a járványkezelés egyik kalapjában. Minden egyes ember áldozatot hozott. De voltak, akiknek nem kellett áldozatot hozni. Voltak, akik akkor is gazdagodtak, akkor is növelték a profitjukat, amikor minden honfitársunk megszorításokkal élt, sokan a munkájukat elveszítették, és családok kerültek rendkívül nehéz helyzetbe. És a kormány ezt ölbetett kézzel nézte. Tavaly áprilisban, amikor lezárták az egész országot, Gulyás Gergely elmondta, hogy napi 1500 milliárd forintba kerül a védekezés. És ezt az államadósság növelésének a terhére végezte el a kormány. Miközben soha nem látott bevételekre tett szert a különböző multinacionális kereskedelmi láncok, az óriás tech cégek vagy a gyógyszeripari vállalatok. És már akkor mondtuk és javasoltuk, hogy vessenek ki járványszolidaritási adót azokra, akik a koronavírussal összefüggésben növelik a bevételeiket. De a kormány nem tette meg. Hadd vigyék a pénzt, önök meg az államadósságot növelték.